Az országos rendezvénysorozat célja, hogy segítséget nyújtson a gyermekvállalás miatt új szerepekkel és konfliktusokkal szembenéző nők és családjaik számára, hogy megadja a lehetőséget az anyáknak felkészülni a szülésre, a szoptatásra vagy az anyává vált nőknek feloldani az esetleges bizonytalanságokat. A Karcagi Kátai Gábor Kórház is minden évben rendezvényt szervez a téma kapcsán. Évek óta megrendezzük, május hónapban a születés hete rendezvény keretében az ünnepélyes osztályértekezletünket, a szülészet nőgyógyászati osztály nyílt ünnepélyes osztályértekezletét. Ennek többféle célja van. Egyrészt a szakdolgozóink általában 4-5 előadással bemutatják az osztály működését, egy-egy területnek a szépségét, nehézségeit és az ellátását tekintjük át. Ezekből az előadásokból minden évben 2-3 tovább jut, úgymond az intézeti ápolónői konferenciára, ahol szintén megmutatjuk magunkat, és évente 1-2 előadás országos konferenciákra is eljut. Farkas Béla főorvos hozzátette, az eseményen a dolgozók az előző éves munkájukat is összefoglalják, valamint bemutatják a születésszámokat, illetően a műtéti számokat, illetően a statisztikai adatokat. Kiemelkedő az, hogy a nőgyógyászati műtétek területén a mikroinvazív műtéti technikának az alkalmazását elég nagy számban végezzük. Ez az észak-kelet-magyarországi térségen belül is a vezető kórházak közé tartozunk. Nem utolsó sorban pedig felhívjuk a figyelmet a város, a környék lakóinak. Gyakran eljönnek hozzánk a védőnök, hozzánk járó paciensek, kismamák is, tájékozódnak, hogy vagyunk, működünk és hogyan működünk. Az osztály értekezlet résztvevőit a Karcagi Kátai Gábor Kórház főigazgatója, Nagyné László Erzsébet köszöntötte elsőként. A kórházunk megpróbál mindent megtenni, úgy gondolom, a vezetés és osztályvezető főorvos úr javaslata alapján, az intézmény fejlesztésére, és így a szülészet nőgyógyászati szakma szakterület fejlesztésére is. Ha csak az elmúlt években egy pár ilyen beruházásra fejlesztést, amit megtettünk, ha csak ezeket felemlítem, ilyen a családbarát szülészet első és második körös pályázattal kialakított rész, amikre igazán büszkék lehetünk, és hát azt megelőzően szintén pályázattal 9. emeleten az anyaszállást sikerült kialakítani. Azért a csecsemő gyermekosztályon ápolt kisgyermekeknek nem mindegy, hogy milyen a szülő a hozzátartozó elhelyezési lehetősége. De akkor is visszatérek az első mondathoz, mert ha megvannak a körülmények, és minden eszköz biztosított, és a kubatúra, és az informatika is minden fejlesztés biztosított, akkor sem működik ez a szakma, és más egyéb egészségügyi szakma sem, olyan elhivatott és tisztelettudó, egészségtudatos kollégák nélkül, mint amilyenek ti vagytok. A születés hete kapcsán megszervezett programot megtisztelte jelenlétével városunk alpolgármestere, Sári Kovács Szilvia is, aki a következő szavakkal köszöntötte a megjelenteket. Örülök annak, és a városunk büszke arra, hogy olyan kórházzal rendelkezik, ahol mindent megtesznek a szakmai, technikai fejlődésért, és ahol olyan elhivatott emberek dolgoznak, amilyenek önök. Én úgy gondolom, hogy egy édesanya számára a legnagyobb dolog az, hogy a gyermekét biztonságos környezetben, mosolygó, biztató tekintetek mellett és megfelelő szakmai odafigyelés mellett tudja világra hozni. A köszöntő gondolatok után a megjelentek különböző témákban hallhattak előadásokat a születéshete nevet viselő programon.